folyamatosan dolgozzák fel a maguk által nevelt csirkéket a Master Good kisvárdai gyárában. 100 éves múltra tekint vissza a cég, de mindig a legmodernebb technológiát igyekeztek alkalmazni. Annak érdekében, hogy a gépek mellett a szakembereik is korszerű tudással rendelkezzenek, most együttműködési megállapodást kötöttek a Nyíregyházi Egyetemmel. Az elmúlt 10 évben csak az én szakmámban a korszerű tudás 80%-a kicserélődött. És ahogy haladunk ebbe az irányba, egyre inkább a digitális világ felé haladunk, ha akarjuk, ha nem. Ez a 8 év, ez meggyőződésem, hogy 10 éven belül le fog csökkenni akár 5 vagy 6 évre. Tehát rendkívül fontos, hogy olyan diplomával a kezükben kisétáló fiatal hölgyek és urak keressék meg a cégcsoportunkat, akik az itt szerzett tudással nálunk használható, sőt értékteremtő munkavállalók lesznek. A megállapodás nem csak a cégnek, de az egyetemnek is előnyös. Új távlatok nyílnak az agrárképzésben résztvevő hallgatóknak. A hallgatóink a Master Good-ba, a különböző helyekre, laborokba, üzemekbe mehetnek gyakorolni, ezáltal már gyakorlati tapasztalatra is szert tesznek, illetve azért azt gondolom, hogy mivel ez egy európai jelentőségű cég, nagyon sokat fog jelenteni a mezőgazdasági mérnökök és a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnököknek az, hogy egy ilyen néves széfhez mehetnek mind duális, mind egyéb gyakorlatra. A megállapodást pénteken írta alá a Nyíregyházi Egyetem rektora és a cég ügyvezetője. Ennek értelmében 2 duális képzésben a mezőgazdasági mérnöki és a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki alapképzési szakon tanuló hallgatóknak biztosít gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőséget a jövőben a Baromfi Kóp Kft.